Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, évközi 5. vasárnap van ma. Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm a 21-es csatorna nézőit, akik tévén keresztül vagy interneten keresztül csatlakoznak és velünk együtt imádkoznak. A Szentmise elején egy kis csendben szálljunk magunkba, és bánjuk meg minden fölismert bűnünket, hogy méltóképpen és tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr szeretetének nagy titkát az Eucharisztiában. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szetőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jesus, Jesus.
urunk, Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősíts mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat, ami urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az urat. Magas és fölséges királyi széken ült, és uszája betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangjukon még a küszöbök alapja is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam. Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a királyt, a seregek urát. Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt. Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod, és bocsánatot nyert bűnöd. Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt. Kit küldjek el? Ki megy el nekünk? Így válaszoltam. Íme itt vagyok, engem küldj el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Thank you.
Ismert lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnap feltámadt. Ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek. Néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagyok ők, ugyanazt hirdetjük, és így lett ez a hívőké. Ez az Isten igéje. Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezaret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkában, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé bejebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz, evez a mére, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, és annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán, ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenütt elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai evangélium úgy kezdődik, hogy Jézus ott van a genezereti tó partján, és sok ember van körülötte, sok ember keresse fel, azért, hogy hallgassák Isten szavát, így írja Lukács evangélista. És utána a folytatás, hogy ott állt nem messze két bárka, két csónak, ahol a halászok hálóikat mosták. Tehát a halászok nem azért jöttek, hogy Isten szavát hallgassák, ők csak ott vannak. Ők egy nehéz munka után vannak, el tudjuk képzelni, hogy milyen állapotban voltak, vagy Simon milyen belső állapotában volt, amikor egész nap fáradozott, nem fogtak semmit, valószínűleg nagyon fáradt, mivel nem fogtak semmit,
Lehet, hogy ideges, lehet, hogy aggódik, hogy mit viszem el a piacra eladni, mit fogunk vacsorázni, hogy mossák a hálóikat, ott vannak. Én nagyon, nagyon mélyen át tudok érezni Simonnak a belső állapotát, mert egyetem után 90-es években elmentem dolgozni napszámosként, segédmunkásként, több évet dolgoztam, és emlékszem erre az állapotra, amikor 12 óra munka után még nekünk segédmunkásoknak meg kellett mosni a betonkeverőt, meg a munkaeszközöket, meg vedreket. Nagyon már az volt bennem, hogy minél hamarabb menjek haza, nem kellemes volt. És ilyen állapotban van Simon. Lehet azt mondani, hogy nem a legjobb napja van. És érdekes, hogy éppen ez a nap lesz élete legjobb napja, éppen ezen a napon Jézus belép az életébe. Néha mi is úgy érezzük, hogy nehéz a napunk, ez vagy az nem sikerül, de ugyanúgy, mint Péter életében, ezen napon lépett be Jézus az életében, nem egy olyan napon, amikor sikeres volt, vagy érzelmének nagyon jól érezte magát. Ugyanígy, amikor nekünk is akár az ima néha fárasztó, néha nem akarozik jönni a szent misére, Jézus akkor is tud működni, sőt, akkor, amikor imádkozunk úgy, hogy nem akarozik, amikor szárazságot érezzük, akkor az ima lehet még erősebb, mert a hiten alapszik. Jézus oda megy a halászokhoz, és belép egy csónakba, Simon Péter csónakjába. Ezt is úgy el tudok képzelni, hogy lehet, hogy ideges lett Péter, mert menne haza, és Jézus belép a csónakjába, elkezd tanítani. Meghallgatja Jézusnak a tanítását, és utána Jézus, miután tanított, Simonhoz fordul, hogy evez a mére, dobjátok ki a hálóitokat, és azt mondja neki Péter, hát mester, hát egész éjszaka fáradoztunk. Mi, akik profi halászok vagyunk, és nem fogtunk semmit. De azt mondja, a te szavadra kivetem a hálót. És ugye hallottunk, hogy annyit fognak, hogy tele van a csónak hallal. Nagyon fontos Péternek már itt látszik az, hogy az alázatossága, hogy Jézushoz tiszteletből az ő szavára mégis kimegy a tengerbe, mégis beveti a hálót, bedobja a hálót, hallgat rá. Na itt nagyon fontos, amit üzen az evangélium, hogy Jézus szavát, amikor érzem magamba, a lelki ismeretembe, amikor megszólal, megteszem-e, vagy nem? Mert Péter is mondhatta volna, hát mi tudjuk a dolgunkat, nem fogtunk semmit, nem megyünk már kimostunk a hálóinkat, de nem, kimegy. Amikor azt megtesszük, amit Jézus mond, akkor mindig valami változás van az életünkben. Akkor vannak csodák. Egy pár héttel ezelőtt, amikor arról volt az evangélium, hogy Jézus csodálatos módon vizet borrá változtatta, akkor is arról elmélkedtünk, hogy a szolgák, akik vizet merítették és vitték, az útközben borrá változott, és ha nincsenek a szolgák, akik meghallják Istennek a szavát és megteszik, akkor nem történik meg a csoda. Ha akarunk csodákat látni az életünkben, akkor meg kell élni Istennek a szavát. A egyik legnagyobb bűn a gőg, amikor én azt mondom Istennek, vagy azt mondjuk Istennek, hogy én tudom, mit kell tennem, nincsen szükségem rád. Amikor Péter látja, hogy mennyi halat fogtak, meg a többi halászok, átéli, hogy Isten, de csodát átéli. Átéli, hogy Isten fiával találkozik, és leborul, írja az evangélium, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok.
Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál jobban látjuk a hibáinkat, bűneinket. Ugyanezt hallottunk ugye Izajás proféta könyvéből, Izajás proféta azt mondja, hogy tisztátalan ajkú ember vagyok, Uram. Vagy Pál azt mondja, hogy az apostolok között utolsó vagyok, hiszen üldöztem az egyházat. De amikor Isten szembesít minket a bűnnel, az igazsággal, ez szeretettel teszi. Azért, hogy kiemeljen minket, felemeljen. Hogy ezen Jézussal való találkozás után, az Úrral való találkozás után másképpen éljünk. Másképpen szembesít a bűnnel a sátán, a gonosz lélek. Aki úgy szembesít, hogy vádol, megaláz, azt mondja, hogy ez már soha többé nem tudsz változni, rossz ember vagy, ebből már nincsen kiút. Isten, amikor szembesít a bűnnel, mindig mutatja az utat, mindig mutatja a kiútat, hogy hogyan haladjunk tovább. Ez is nagyon fontos, az imádság, mély imádság, szívbeli imádság, nem egy felületes, hanem olyan imádság, amikor valóban jelen vagyunk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és szívből elkezdünk imádkozni, szívből közeledünk az Úrhoz. Mert így megláthatjuk, hogy milyen állapotban van a szívünk, mint egy tükörben, minden imádságban. Ha ezt nem tesszük, nagyon könnyen jutunk olyan állapotba, hogy minden rendben van. Hát nincsen bűnöm, embert nem öltem, nem loptam, nincsen bűnöm. A legveszélyesebb állapot. Azt mondja Jézus, amikor leborul Péter előtte, és azt mondja, hogy menj el, mert bűnös ember vagyok. Azt mondja Jézus, ne félj. Érdekes, hogy milyen gyakran Jézus így beszél, ugye amikor feltámad és megjelenik az apostoloknak, vagy amikor a vízen járva ott van, azt mondja, ne féljetek, ne félj. Az ember, aki Isten jelenlétében él, vele van kapcsolatban, az az ember már enyhül a félelme, vagy olyan szabadságot kap belül, hogy nem fél. Nem fél attól, hogy mit szólnak az emberek, nem fél attól, hogy mi lesz holnap, nem aggodalmaskodik, mert rá tudja bízni magát az Úrra. Ne félj. És ezentúl emberek halászává teszlek, azt mondja Jézus. És érdekes, hogy annyira fontos volt ez a hal, és mikor már ott van tele csónak hallal, már nem annyira fontos lesz Péternek, úgy írja az evangélium, hogy ott hagytak mindent, és követték Jézust. Istent választottak, Jézust választottak. Az életünkben nagyon fontos naponta dönteni, hogy kit választok. Az értékrendben mi a legfőbb érték? Mi az első, mi a másodlagos? Jézus azt mondja egyik tanításában, hogy elsősorban keressétek Isten országát, a többi majd adatik nektek. Nagyon sokszor mi ezt a sorrendet felcseréljük. Mindent keressük, és ha van időnk, akkor Istennel vagyunk. De ez akkor változik az életünk, amikor azt megcseréljük, amikor Isten tesszük az első helyre. Ez egy döntés. Naponta dönteni kell, Istent választom. Ember halászokká teszlek benneteket. Tehát ők lesznek azok, akik embereket kihalásznak a sötétségből, és Isten fényébe hoznak. Ehhez kaptunk mi is küldetést. Minden egyes kereszténynek küldetése van. De az, hogy másoknak tudjam segíteni, másoknak beszéljek az örömhírről, az evangéliumról, nekem meg kell élnem azt, mert csak akkor a szavam hiteles. Adjon az Úristen kegyelmet mindnyájunknak, hogy mi fényben éljünk, kegyelemben éljünk, és így tudjuk más embereket is erre a fényre vezetni, hogy tudjuk hirdetni az örömhírt
ebben a világban, amely a sötétségben él gyakran, de annyira vágyakozik mindenre, ami Istentől jön. Amen. Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született nem teremtény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberkélek, a Szűz Pilátus alatt, szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőben, aki az Atyától és a Fiúhoz származik, aki végül imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszen az egy szent katolikus és apostoli a Szent Egyházban, valóban az egy keresztségre, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mindenható Isten szeret minket, és törődik velünk. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket. Addurunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászain kétlankadatlanul és eredményesen munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addurunk, hogy minden nép élvezhesse a béke nyugalmát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Oltalmazd, Urunk, a házas élet tisztaságát és légy menedéke a válságba került családoknak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember számára meghozza a mindennapi kenyeret. Kérünk téged, hallgass meg minket! Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és halottaink örök jutalma. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szűz Mária közbejárását kérve, imádkozzunk, hogy a Jóisten áldjon meg és ajándékozza meg az ő mennyei ajándékaival születésnapját ünneplő Istvánt és Krisztinát, születésnapját ünneplő Norbertet, születésnapját ünneplő Dávidot és Zsófiát. Hallgass meg, Uram! Kérünk téged, hallgass meg minket! Egy beteg kisfiú, Viktor gyógyulásáért könyörgjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk az elhunytakért. A csengeri és galambos családok elhunyt tagjaiért, lelkük üdvéért, elhunyt Ferenc, Erzsébet, István, Éva, László, Erzsébet, József, Borbála, Gyula, Erzsébet, Sándor, lelkük üdvéért, könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk a jótevőinkért, a Jóisten áldja meg őket, családjukat, azokkal a kegyelmekkel, amelyekre rászorulnak, hallgass meg, Uram! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyi Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízunk gondviselő jóságodban,
Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, mert kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentek házja ára. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a teremtettel! Emeljük föl szívünket! Emeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünk! Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ki megszámva a tévegő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszthála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyolok és főangyolok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden sereg a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt.
vegyétek és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyd kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert
Te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházod hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te elkedel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Asztalához Jézus, az Isten báránya.
Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy következő vasárnap, február 17-én szokásos időben 9 órakor lesz a Szentmise. Hétköznap csütörtökön 15 órakor lesz a Szentmise, és utána lesz Szentsimádás. Február 23-án szombaton kerül megrendezésre egyházközségünk farsangja. Sok szeretettel várunk mindenkit. A program keretében lesz jellemezbemutató táncház Agapé, melyhez hozzájárulhatunk és egy kis kekszel, süteménnyel. Kucik család vendégtermében lesz megrendezve. 15 órakor kezdődik, szeretettel várunk mindenkit, lehet készülni jelmezekkel. Egy zarándoklatot még szeretnék hirdetni, hogy egyházmegyei zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra, a Ferenc pápa által június 1-én bemutatott Szentmisére. Indulás május 31-én pénteken, a hajnali órákban, hazaérkezés vasárnap reggel, részvételi díj 60 euró, mely tartalmazza szállást és félpanziós ellátást, valamint az úti költséget. Jelentkezni Megyesi László diakonosnál lehet, meg van adva itt a hirdetésben a telefonszám, és vagy Ungvári plébánő irodában. És egy lelki gyakorlatot szeretnék még hirdetni, ne félj, nem ítéllek el, ez olyan asszonyok számára, akinek volt abortusza, egy gyógyító lelki gyakorlat, nálom lehet jelentkezni, vagy ezeken a telefonokra, ami meg vannak adva. Szép vasárnapot kívánok mindenki számára, fogadjátok Isten áldását. Még újhajtás, friss számon megjelent, majd a minisztránsok a bejárat előtt fognak árulni. Az Úr legyen veletek! Istenem! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével. Istennek legyen hála!